Sziasztok, ez itt a Párásító Podcast, én pedig Charlie vagyok. Akik ma velem vannak. Ficsor Zoltán, az Fifika. És Fifko Krisztián, alias Mujó. És szombat van. Határozottan szombat. Ezt Andornak üzenjük. Igen, minél többet sztrájkolsz Andor, annál jobban el fogjuk tolni az adást. Szó szerint és képletesen is. Igen. Nem volt tegnap idő, meg tegnap előtt sem, mert meló ezerrel, meg karácsony előtti rohanás, úgyhogy részemről nem volt jó tegnap este, de hát most bepótoljuk. Vald be, hogy elkapott azt a hanapkor. Hát, el. Egy ilyen mostra 3 órás adást kéne rögzíteni nekik, hogy egy kicsit elfelejtsék ezt a fiaskót. De nem. Azon gondolkoztam, hogy tegnap milyen színű péntek volt, de nem volt fekete péntek. Szürke péntek volt tegnap, most se sütött. Szürke? Jó. Ja, még minden előtt, mert ugye múlt héten Fifika nem volt, nekünk pedig voltak nagyon jó ötleteink. Azt nem tudom, hallgattad a múlt heti adást, Fifika? Hát nagyjából a feléig, mert belealudtam, megmondom férfiasan. Na, oké. Oké, köszi. Tehát már mikor Fifika, a saját podcaster társunk is bealszik rajta. Elég szar lehetett az adás. Na mindegy, azt találtuk ki Mujóval, hogy mi lenne, hogyha tartanánk valamikor dedikáltan, és nem mit tudom is én, kerekasztal, nem budapesti gőzlovagok, meg lánglovagok, meg mit tudom is én, hanem kifejezetten, dedikáltan egy podcast kerekasztalt, vagy nem is kerekasztalt, hanem egy ilyen közönség estet tartanánk valahol, ahol élőben lehetne velünk találkozni, meg kérdéseket föltenni, vagy az élet dolgairól kivallatni minket, hogy mi az álláspontunk. Mit szólsz hozzá? Jó ötletnek tartom. Kérdés az, hogy hányan lesznek kíváncsiak arra, hogy nézünk ki élőbe egyrészt, mert aki szerintem nem ismer minket, az nem is hallgat podcastet. A legrosszabb, ami történhet, hogy hárman iszunk pár fröccsöt, aztán haza megyünk. Ez így van. Tehát olyan nagy tétje nem lesz ennek a... Hát, ahogy jó, csak például akkor tudunk csinálni megint egy ilyen kitelepülőset. Az rendben van. Tehát akkor inkább úgy arra tegyük a hangsúlyt, hogy élő podcast fölvétel. Hát egyáltalán kérdés, hogy tehetünk-e ilyet biztonsági szempontból? Megengedhető-e így a Vaper ellenállási mozgalom élő hangjaként a hárman egyszer egyfén? Igen. Nem, majd előtte valami kutyákkal átkutattatjuk a helyet. Vagy úgy csináljuk, hogy... Repülünk egyszerre. Krisztián marha egyszerű, előtte valaki betelefonál a rendőrségre, hogy bomba van ott. Rendőrség átkutatja, és miután bemegyünk, ennyi. Vagy Fifika nem lesz ott testi mi voltában, hanem... Fifika voltam. Ő telefonon jelentkezik be, és akkor a biztonsági kérdés meg van oldva. Szerintem jó pofa dolog lenne. Hologramra szavazol? Nincs neked annyi pénzed. Nem, arra szavazok, hogy szerintem. Nem, de gondoltam, hogy neked lesz annyi. Előkapok egy zsebkivetítőt. Ugye lehet, hogy az iPhone 7-ben már benne lesz. Abba benne van már. Szóval ezen gondolkoztunk, illetve én ugye megnézem, tehát folyamatosan nézegetem a hallgatói számokat, és az látszik, hogy a rendszeres hallgatók, akik így vagy úgy meghallgatják, letöltik, feliratkoznak, azok ilyen kicsivel több, mint 200-an vannak. Úgyhogy... Ez egyébként, Charlie, a podcastek világában meg hol foglalunk el bármiféle helyet? Hát nem tartom én azt szerencsésnek, hogy azzal összehasonlítsuk, mert egy az, hogy ez egy nagyon réteg podcast egyébként szerintem. A másik az, hogy
az iTunes nem nagyon, sőt, sehogy nem támogatja a mérést, ezt mindenféle ilyen külső third party szoftverekkel lehet csak mérni, ergo nem fér hozzá senki a más látogatói számaihoz. Azt tudjuk csak, hogy mik a felkapott podcastek ma nemzetközileg és Magyarországon. Párásítóból, tehát e-cigis podcastből nem nagyon találtam, úgy, ahogy mi csináljuk, hogy páran beszélgetnek hétről hétre. Egy-két ismerősöm csinálja ott többen vannak, de hát az mindenféle tech, meg geek, meg Apple related podcast, tehát annak azért Jóval nagyobb a nagyobb a tábora. hallgatói tábora, de hát ez ugyanolyan, mint hogy ha az aksitöltőkről podcastelnénk, akkor szerintem még kevesebb lenne. Az nem is podcast, Én ami azt... almás, a snobcast. Jó, oké. Tehát azt nézem, hogy a tendencia milyen, és az fixen hónapok óta ennél nincsen rosszabb szám. Tehát vannak kiugró adások, például ilyen volt a negyedik meg az ötödik, ahol például a Mystic Peti vendégeskedett. Azt sokan szeretik, és hallgatják vissza akár most is. De mondom, ez 200-nál nem vagyunk sose kevesebben, akik hallgatják az Az adásokat. egyébként azt gondolom, hogy az aktív e-cigarettások számához képest az egy nagyon, nagyon jó számnak mondanám. Tehát ahányan így találkozókra ide-oda eljárogatunk, ez a 200-as hallgatottság, ez gyakorlatilag magába foglalja azokat az embereket, akik aktívak az e-cigaretta. Hát meg kapom azokat a kéréseket, hogy privátban, hogy ha vége van az adásnak és fölkerül, akkor szóljak már rájuk. Hát mondjuk ezért van a Párásító Podcastnek a dedikált Facebook csoportja, tehát oda mindig fölrakom egyből. De igen, tehát azért ezekből is le lehet szűrni, meg visongatnak, hogy elmaradt a podcast, meg miért raktuk a csütörtökről péntekre. Miért csak 1 óra 10 perc Miért csak lehet, 1 óra 10 perc, miért nem amikor az 4,5 ő óra? munkaideje 8 óra? Igen, tehát csinálhatnánk egy ilyen reality-t is, mint amit múltkor éppen mondtam nektek, hogy ki gondolná, hogy a kamionos deskemekre igény van, és amit mondtam, hogy 17 ezer feliratkozó, hogy 9 órán keresztül vezet a magyar kamionsofőr, és nézik. Tehát mindenre van igény, lehet, hogy arra is lenne, hogy mit tudom, és én naponta 2 órát élőben beszélgessünk, és ezt rögzítsük, és valaki ezt meghallgassa. Tehát fene tudja, hogy milyen igényei vannak a hallgatóknak. Vannak egészen bizarrok, vagy fejezd be, bocsánat. Mondja csak, mondja csak. Ugye múltkor nézegettem ilyen Twitch-es streameket, akik ugye többnyire játékokkal kapcsolatban streamelnek, és van egy amerikai pár, ilyen közép-30-asok, akik egész nap megállás nélkül streamelnek, de mindent. Ha játszanak, ha nem játszanak, és olyanok, hogy a kamera az rájuk néz, meg a bejárati ajtóra, és hogyha pizzát hoznak nekik, akkor azt is látod, meg ilyenek, hogy teljesen No, elnök. Ez nocsok, a nem ismered? full reality. A nocsok, Nem, nem nem. ismered, mint programozót? Nem. Ő csinálta a Minecraft-et. És ő csinál dedikáltan, tehát én el nem hittem volna, míg nem láttam, hogy csinált napokat, amikor mondjuk szombat máshogy látták csak a monitort, és hogy beszél, már hogy a monitor képét. És mit tudom is én, 4-5 órán keresztül azt láttad és magyarázta, hogy kódolja a Minecraft-et. És semmi más, csak egy Java kódot ír. És ezt. És 10 000-ek nézték. Félelmetes. Hát azt már nem is mondom, Értem. hogy ő milyen iszonyat mértékben meggazdagodott ebből az egy végletekig leegyszerűsített 10 bites játékból. Amit mellesleg ugye eladott most. Eladott, igen. Jól tette. Úgyhogy nobody knows. Nem tudjuk, hogy mire van igény, illetve vannak olyan emberek,
csókoltatjuk Lackó Attilát, aki napjában 8 órán keresztül is hallgatna minket. De hát ennyi jutott, mint amennyi most a tarsolyunkban van. Már előre félek, mi lesz majd, mikor elmegyünk, mert idáig nem volt nyári szünetünk, de kezdünk lemerülni, mint egy 18-650-es, úgyhogy majd valamikor be kell iktatni egy ilyen pihenő időszakot is, hogy majd akkor mi lesz. A föltöltő. Megáll a bolygó a forgásban. Eszembe jutott Tom Cruise, amikor megállt a Föld című filmje. És azt a hangot hallom, hogy ahogy leforog a Föld, szép lassan megáll. És a Times Square-en kiírva a hatalmas fényújságokra, hogy a héten nem lesz párásító podcast. És zavargások indulnak, meg kifosztják a boltokat, sírva állnak a dokkolóba helyezett telefonok és egyéb eszközök előtt, és akkor legalább a régi adásokat hallgassuk, ha nincs új. Teljes szükségállapot. Igen. És azt tudjátok, hogy mennyi a földforgás és sebessége? Melyik ponton? Hát így van, így van. Egyébként az egyenlítőn 1674 km per óra. Az nem így fog megállni. Azt észrevennéd, hogy 1000-nullára ennyi idő alatt lefékezne a megbotlaná? Igen, és a Times Square-en azt írnák ki az újság, az elkövetkező időszakban csak este lesz. Akkor végül is az is elképzelhető, nem? Hogyha jó időpillanatban egy jó time-slotot kifogsz, és a levegőbe ugrasz, és megáll a Föld, akkor egy másodperc alatt 1000 kilométerrel arrébb leszel. Hát nem egészen, mert ugye van légellenállásod, de azért na. Szóval ez az örökös vita, tehát ezen komoly programozókkal kell vitakozni, hogy mi történik veled akkor, mielőtt lezuhan a lift, felugrasz. Ez volt a mitosz rombolókban is. Ugye a lift nem fog lezuhanni, tehát ez innentől kezdve már csak teoretikus kérdés, mert azóta építenek 5 emeletnél magasabb házakat, hogy van biztonsági felvonó. Az meg ugye, tehát ez az amerikai filmek, tudod, amikor elszakad a kötél, és így elkezd zuhanni a lift, ilyen nincs. Tehát ezt felejtsd el mindenki, a lift nem zuhan le. Azonnal kiállnak a fékek és jubai. Így van. Én azt akartam még elmondani, hogy témánál maradjunk, mert végül is ez egy elcikis podcast, és az elmúlt 20 percben is semmi elcikisről nem beszélünk. De Charlie minden más egyébről, igen. Charlie-t szerettem volna megnyugtatni, hogyha ilyen sok a munkája, és sokat kell halasztani a pénteki adásokat szombatra, egyáltalán ne essen kétségbe. Nem kell kétségbe esni, mert végre a munka nem esít, a legrosszabb, ami ebből kisül, hogy egyszer csak elkezdjük tekintetes uramnak hívni. Úgyhogy. És visszatér a tized is? Simán. Mindenki a likvidje tizedét beküldi. Simán. Így van, meg az első éjszaka joga. Az azt átnevezzük az első tekerés jogának. Azt hittem, azt mondod egyébként, hogyha ennyire probléma, akkor álljunk vissza csütörtökre. És most nem. Nagy hatásszünet, és most látom, hogy Andor így hátra rúgta magát az asztaltól, fölpattan, és asszony, hozd a pezsgőt! Ma ünneplünk! Andor, tegyétek vissza a pezsgőt a hűtőbe. Nem, még nem jó csütörtök sajnos, de amint ez változik, akkor neki észre fogja lenni. Mert azóta csak bele nem csak szeretnek a péntek. Azóta csak a szenvedés. Én nem tudok beleszeretni a péntekbe. Ne haragudj, de Andornak van igaza. Na mindegy. Jó. Haladjunk, mert témánk az van a héten is. Van itt egy szuper összefoglaló. Ezt te találtad, Mujó? Ezért én voltam, igen. Vezest fel akkor. Ez Ivo Wechter tollából született ez a remek írás, aki egy dél-afrikai illetőségű úriember, és egy csodálatos angol nyelvű összefoglaló a főként ausztrál és dél-afrikai és amerikai történésekre kihegyezve, de hogy az elcégi körülményi szabályozási
mizéria elképesztő visszásságairól szól a dolog, és nem volt elég időm, hogy az egészet lefordítsam, de van benne egy bekezdés, ami engem rendkívüli módon megfogott, úgyhogy azt viszont mindenképpen megosztanám veletek. Azt mondja az úriember, hogy a gyógyszer szabályozással foglalkozó testületek, az amerikai FDA, az Európai Bizottság és a WHO nyugodtan elmehetnek a sunyiba. Abba kéne hagyniuk a dohány és gyógyszer cégek érdekeinek védelmezését, és elkezdeniük a közegészségével foglalkozni. Ha következetesek lennének, akkor úgy osztogatnák az e-cigarettát, mint a gumiószert. Ez nekem nagyon megtetszett. Én azt a részt néztem ott belőle, ahol azt írják, és csak azért fogok most döcögösen beszélni, mert én angolul olvasom, és közben az agyam fordítja, hogy a cigarettagyárak vásárolják meg ugye az e-cigaretta készítő üzemeket, illetve már meglevő e-cigaretta készítő vállalkozásokat, ezáltal védve ugye a saját piacukat, és azt mondja, hogy amennyiben a nikotin helyettesítő terápiás eszközök obszolít, hogy mondják ezt magyarul, ez elavult. Elavultá válnak, akkor ők ott lesznek rögtön az elején a trambulinnak. Egyrészt, másrészt nekem mondjuk az a rész tetszett, ahol a belga kutatók tesztelték az eszközöket, és magasan az e-cigaretta levert mindenféle más nikotinpótló eszközt, illetve azt felejtjük el ilyenkor, hogy aki e-cigarettázik, az nem biztos, hogy leszokni akart. Egyszerűen csak keresett egy nem annyira ártalmas alternatívát. De látod, hogy most már ezt is megkapjuk, hogy jönnek az olyan hülyeségekkel, hogy az sem biztos, hogy annyira egészségesebb, mint a cigaretta. De ezt nagyon jól tudjuk, hogy melyik oldal erősíti ezt a fajta félelmet. Tehát nyilvánvaló érdekütközések vannak. És igen, ennek a valóság tartalmából mindannyian tisztában vagyunk. Mindannyian tisztában vagyunk. Egyébként, viszont nagyon jól kommunikálják, sajnos. Az a baj, éppen most olvastam a weborvoson azt a cikket, amit tudjátok, már N plusz egyszer lefordított mindenki, hogy nem is a nikotin a legveszélyesebb az elcigiben, formaldehid, akrolein, és a többi, és a többi. És ott ír, ott szól hozzá, ugye ez most ez a japán tudósok nevezett ja, cikknek ja, az N plusz egyedik fordítása. Ja, ja, ja. Ehhez majd lesz hozzászólni valunk. És ott igen, van, ez ott a van, ott van a generátor. Igen, és ott van a Semmelweis Egyetem fülorgégész főorvosának is a véleménye. Ezzel részben egyet tudok érteni egyébként. Tehát ő azt mondja, hogy az e-cigaretták szabványosítását hiányolja, hiszen enélkül senki nem tudja a különböző típusok használatával mit szív a tüdejébe. És ez már közelebb áll sokkal a valósághoz, mint gyakorlatilag ugyanazt mondja, mint mondjuk a japán tudósok, mert ők ugye azt mondták, hogy találtunk olyan e-cigarettát, ők nem mondtak semmit sem. Találtunk olyan e-cigarettát, amelyben a káros anyag, és akkor sorolták tovább. Ugyanezt mondta, egy másik aspektusból megvizsgálva, szabályozni kell, és akkor tudjuk, hogy de ez a kerülni. Jó, erre majd külön térünk erre a cikkre, gondolom, tehát nem ezzel a kirohanással intéztük el. Persze, csak úgy gondolom, hogy egy orvoshoz mérten is ez egy pozitív hozzászólás volt. Ez egy nagyon fontos kérdés szerintem itt, hogy senki nem mondta soha, hogy nem akarunk szabályozást.
Tehát végestelen végig, amíg ez a szabályozós mizéria volt, a kifogások az egyszerűsek oldaláról az ügyben érkeztek, hogy nem vesznek figyelembe tudományos eredményeket, nem vesznek figyelembe bizonyítékokat, kizárják a közt az egyeztetésből, kizárják az érintett érdekelt feleket az egyeztetésből. Ezek voltak a problémák, nem az, hogy szabályozni próbálják az elektromos cigarettát, mert valóban ezzel lesz szerintem már mi is megbeszéltük néhányszor, hogy igen, tökre kellenek irányelvek, amik beszabályozzák, hogy mondjuk egy likvid gyártó mégis milyen alapanyagokat használhat föl azért, hogy a fogyasztók biztonsága védve legyen. Persze itt a másik oldal, amikor túlszabályozzák, ahol most vagyunk, ami meg szintén nem jó, de valóban ez egy tökre elfogadható valami. De most erre visszatérünk még erre a cikkre egyébként? Térjünk vissza, szerintem csak ez úgy eszembe jutott Jó, mert akkor megint az összefoglaló borítékolom, amit kapcsán. mondani akartam. Akkor a weborvost illető kritikámat borítékolom később. Léggömb téma. Léggömb téma, a lufi, ami ki fog pukkanni, Cerulean C. Lorien, aki ugye a Kifárasztatatlan béka című blogot írkázta, és néhányszor már volt szerencsénk idézni tőle, ismét írt egy gyönyörű szösszenetet, amiből kiollóztam a lényeget. Alapvetően a cikk eleje az arról szól, hogy bemutatja, hogy a leszokást segítő angol Angliára jellemző, tehát az angol leszokást segítő intézmények milyen módon kommunikálnak, és valami egészen elképesztő alpári prostó stílusba kommunikálnak, tehát Twitteren olyan posztjaik vannak, hogy ha nem dohányoznál, akkor most nem lennél büdös, meg ilyenek, tehát ilyen igazi bicska nyitogató parészságok, és elkalandozik az egyéb dolgokról való leszokást segítő intézmények kommunikációja felé, hogy vajon érdekes módon mondjuk az alkoholistákat segítő ilyen intézmények, vagy a drogleszokás, drogprevenciót segítő intézmények miért állnak sokkal empatikusabban a kérdéshez? Tehát, hogy alapvetően, hogy az Istenben tudják elvárni ezek, hogy bárki is bemegy hozzájuk azok után segítségért, hogy lehordják a sárga földig és egy marék parasztságot az arcába vágnak. De nem is ez a cikk lényege igazából, csak ez az egész egy fölvezetés arra, hogy mégis hogyan lehet így kommunikálni, és egy fölvezetés arra, amit a végén fejt ki, amikor már az emberek aljukat tép, hogy igen, 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 ezeket mind-mind tudjuk, de most már mondd el, Lorien, kérlek, hogy mi a lényeg. És arra lukat ki, ami mielőtt az e-cigi igazán népszerűvé vált volna a dohányzás szabályozással és az azzal kapcsolatos közegészségügyel foglalkozók, egy mesterséges buborékban éltek. Igazából nem feleltek, és nem is tartoztak elszámolásra senkinek. Nem létezett olyan termék, ami erre kényszerítette volna őket, a dohányosoknak nem igazán volt választási lehetősége. Vagy dohányoztál, vagy gyógyszeres kezelésnek vetetted alá magad. Ha megpróbáltál leszokni és nem sikerült, akkor pedig egy rakás szerencsétlenség voltál. Szégyenkezve és megalázottan elmondhatod a családodnak és a barátainak, hogy mekkora lúzer vagy ismét, majd legközelebb sikerül ígéretével. Sosem volt lehetőségünk azt mondani, hogy tudjátok mit, köszönöm szépen, de én szeretem ezt csinálni. Nem volt más, amit a dohányzás helyett választhattunk volna. Mostanáig, mert most már egészen más a helyzet. Ha a közegészségügy és a dohányzás szabályozás emberei elfogadnák az e-cigarettát, ha a leszokással foglalkozó központok ajánlhatnák azt, mint alternatívát, ha nem ütnének szégyenbélyeget a nikotinra és befejeznék a kábítószer függéshez hasonlítgatását, mit is jelentene mindez? Azt jelenteni, hogy minden meg kéne, hogy változzon. Minden. Nem tudnak az e-cigarettához és a dohányzás kockázat csökkentésének koncepciójához úgy közeledni ezek az emberek, hogy miközben minden marad a régiben. El fogunk jutni egy olyan pontra, amikor már nem kerülhetik el, hogy szint valljanak. A dohányosok egészségének védelme vezeti őket, vagy a dohánycégekkel szemben táplált, hamisítatlan, puszta, mindent felemésztő ellenérzés. Ahogy egyre több és több információ lát napvilágot, és ahogy alkalmunk adódik összehasonlítani különböző országok adatait az alapján, hogy korlátozzák-e vagy sem az e-cigarettát, egyre szűkül a mozgásterük, egyre nehezebb helyzetben vannak. Erre szolgálna ez a lufi kipukkanás dolog. Nézegettem ezeket a Twitter bejegyzéseket, egyébként tényleg bicska nyitogatóak, tehát borzalmas. Nem kell és szerintem mindez... azért ennyire összefosni magát az embernek a Twittertől, az egy iszonyat nagy fehér zaj generáló forrás, és de nem, 15 perc hírnév az ott inkább 10 másodperc hírnévnek mondanám, tehát...
eltéveszted a lényegét szerintem, Charlie, mert itt teljesen hivatalos, közpénzből támogatott intézmények kommunikálnak így Twitteren a keresztül. Twitteren az emberekkel, akiknek a pénzéből élnek. Igen, de tudod, csak azzal tudsz kommunikálni a Twitteren keresztül, aki feliratkozott rád, mert érdekel a csatornád, mondjuk. De hidd el, hogy nem fogok rájuk feliratkozni, ergo ilyen fasságokat sem fogok olvasni. Ennyi részemről. Az egész Hát Twitter ezt háború. nagyon hidegvérűen kezelted ezt a dolgot, akkor próbálok valami hasonlatot találni Akkor lehet szar, hogyha a Twitter is ugye afelé megy el, hogy fizetett bejegyzések, promoted posztok jelennek meg a timeline-odon, és akkor ott egyszer csak szembe találkozol egy ilyennel. De maga a stílus, igazából itt a Persze, probléma szerintem a maga a stílus, stílus. igen, az megkérdőjelezhető valóban. Ez olyan, az jutott eszembe, mintha a Mária utcai bőr és nemi beteg gondozó elé kiúriás plakátolnák így biztatásképpen, hogy na, te büdös kujon, már megint kibedugtad, akiben nem kellett volna. Gyere be, segítünk! Honnan tudott te, hogy hol van? Honnan tudott te, hol van a bőr és a nemi Gyerekkori! beteg? Gyerekkori! Gyerekkori. Ah, igen, meg van egy ismerősöd, aki mondta, hogy jó, oké. Gyerekkori jó barátom, az épülettel szemben lakott a Nem Mária én utca. voltam, nem én voltam, Plusz, ki más? bocs, másik mentő, most voltam a Tilos Rádióban, aminek szintén vele szemben van a stúdiója. Ezen kívül meg ott laktam pár éve. Ez a most voltam, ez a múltkori adásra gondolsz? Igen. Akkor még ott volt, azóta lehet, hogy elköltözött a bőrös nemi beteg gondozó. Szóval minden esetre, hogy ezt így körüljártuk, igazából ez nekem nagy veszőparipám, mert én szeretem eljátszani ezzel a gondolattal, hogy tényleg addig feszítik a húrt ezek a közegészségügyes, mindig az 1984 film adaptációjának az a jelenete jut eszembe, amikor a fekete-fehér hatalmas vásznon csak a nagy testvér feje van és mondja a frankót. Kicsit ilyen időket élünk, hogy mondják a frankót az e-cigarettával kapcsolatban. Nagyjából annyi a valóságtartalma, mint a nagy testvér üzenetének volt, hogy igen, hogy ezek az emberek egészen eddig mindenki boldog volt, tették a dolgokat, jó van, segítenek a dohányosokon, stb. Fölemésztenek elképesztő mennyiségű közpénzt, voltak épp ebből élnek. Tehát, hogyha a dohányzás, mint jelenség, világméretű problematikus jelenség megszűnne, akkor ezek az emberek hirtelen posztpozíció, munkahely és pénz nélkül maradnának, úgyhogy nem véletlen, hogy ennyire küzdenek, de hogy eddig valóban, ahogy Lorien is írja, tökre békén voltak hagyva, mert egy ilyen kis békés kis szigeten intézték a dolgaikat, és nem volt miért senkinek a körmükre nézni, hogy mégis mit csinálnak. És most az elcigi kapcsán teljesen szűkül a mozgásterük, és kommunikálják az egyértelmű baromságaikat, és aki egy kicsit is foglalkozik a témával, annak nagyon hamar kilóg a lóláb. És akkor, mint a múltkor egy másik cikk kapcsán ugye fölmerült ez, hogyha ebben hazudnak, akkor vajon mibe hazudhatnak még? És itt teljesen közeledik egy olyan pillanat szerintem is, amikor eldurran ez a lufi, és hirtelen ezek az emberek ott találják magukat a reflektorfénybe, és nagyon-nagyon-nagyon csúnyának fognak tűnni. Egyébként, igen, érdekes, mert valahogy én mindig ezekre tudok ráfűzni ezekkel a témákkal, pont ami a hármas pontban van, hogy ugye megint csak annyit látunk benne, hogy most jelen esetben Minneapolisban is megtiltották a közös területeken, tehát beltéri területeken a dohányzás, tehát a mindenféle kormány épület, Közintézményekben is hát úgy így. mondom, a Közintéz. közintézményeken felül most már ugye az étterem, mindenféle boltok, áruházok, bárak, Jó, munkahelyek, zárt zárt nyilvánosságok. nyilvános helyeken is meg van tiltva. Ez alól kivételt képez a trafik és azok az e-cigaretta shopok, ahol ugye nyilvánvalóan megtiltod a 18 év alattiak számára a vásárlást, bejutást, meg egyébként azt, hogy ott legyen.
és a cikk végére De azért milyen rendes tőlük azért, hogy egy elcigiboltban azért lehet egy cigi. Mert Hát, tényleg. mert vehetnél blindre is, tudod. Ez jó, ez nagy, de mégis milyen? Nagyon jó, hidd el. Vidd haza, kóstold meg. Hogy azért ott van a végén, hogy az e-cigaretta a legpopulárisabb, a leg, hogy mondják, a legnépszerűbb eszköz, amellyel nikotint lehet gőzölöktetni. Úgyhogy a helyzet egyre csak szarabb lesz, ez is ezt mutatja. Hát ebből is Egyrészt, azt láthatjuk, hogy Minneapolisban is seggfejek a városatyák. másrészt mert pedig persze, bocsánat, hogy bocsánat. folyamatosan összemosnak minket a dohányosokkal, tehát ez állandóan ez jön le. Még csak Ha a dohányzást, akkor az e-cigarettát is, igen. annyit akartam még csak mielőtt közbevágtál hirtelen, hogy ugye természetesen itt is névtelenül szavaztak. Hát az Jaj, de pusztustalan. semmivel nem lenne jobb vagy rosszabb, hogyha névvel, címmel szavaznának, de ezt nem is értem, hogy miért lehet ilyen fajsúlyos dolgokról így szavazni. És akkor számon lehetne kérni, hogy te miért mondtad azt, hogy nem. Igen, ez rajtunk nem segítene, de a Minneapolis-i vaperek tudnák, hogy kinek az ablakát kell megdobálni Hát szarra. vagy ki legyen az, akihez ő, mint a saját területi illetékes képviselője írhatna egy levelet, hogy te az én érdekeimet képviseled, és miért nem azt képviselted akkor? Igen. Szomorú. Nekem az az érzésem ezzel kapcsolatban, én mindig elmondom, mindig megragadom az alkalmat, hogy elmondjam, hogy én úgy szoktam érezni, hogy ugye a gene kim van a palackból, úgyhogy nem fogják tudni ezt hosszú távon tartani, ezt az agybajt, csak egy kicsit olyan, hogy először egy kicsit rosszabbnak kell lennie, hogy utána jobb legyen. Úgyhogy én szerintem most ezt az először egy kicsit rosszabb fázist éljük most. De Köszönöm szépen. nagyon-nagyon pozitívan gondolod ezt, Krisztián, mert Lehet, hogy szerintem 10 év ha... múlva is rám fogtok mutogatni, és röhögtök, hogy a mai videót nézve. De... Ez a, nekem Én... a Terminátor Salvation jutott eszembe, tehát, hogy igen, a Földnek először porig kell égnie, hogy utána jobb legyen, de azt nem szeretném megvárni. Meg más se szerintem. De igen, én optimista vagyok. Na, visszatérünk most ehhez a Szerintem weborvosos. is ebbe a blogba vegyük be ezt a bullshit generátorra vételt cigi cikket, ami a ma.hu-n jelent meg, és akkor ehhez kapcsolhatjuk a weborvosos Jó. történetet is. Jó? Nem felejtettem még el, hogy mit akartam a weborvossal kapcsolatban mondani. Mondjad. Engem az ragadott meg ebbe az egész weborvosos cikkbe, hogy december 5-i dátummal képesek publikálni egy ilyen cikket, ami az eredeti azóta már több mint egy hete bebizonyosodott, hogy nem így van, nem úgy volt, és nem az. És mégis lehozzák az eredeti 2 héttel ezelőtti, kvázi 2 héttel ezelőtti szar híreket. Tehát De én ezt ez tudom, hogy hogyan? ez, én tudom, hogy ez hogy működik, elmagyarázzam. Na, mondd el nekem, kérlek. Kérlek szépen, ez úgy működik, hogy egy, kevés fordítójuk van, kettő, szerintem valami RSS olvasót használnak. És rossz irányba van nekik rendezve. Tehát dátum szerint csökkenő, vagy növekvő, legyen növekvő. És az első olvasatlan, aznál lehet, hogy egy 2 hetes cikk. Ez valami elektromos cikk is, gyorsan fordítsuk le, lefordítják, és aztán kirakja. Aztán megy tovább, és szembesül vele, hogy rá 3 napra ezt megcáfolták. Na mindegy, azt majd kidobjuk később, vagy lehet, hogy ki se dobjuk, mert most már hülyét csinálnánk magunkból. Tehát szerintem ez így működik. De ez a dezinformálás milyen foka? Tehát ez Hát valami a egészen legszarabb elképesztő. foka. Nem tudom máshogy mondani. Ez a Szóval legbrutább, legegyszerűbb. a mondani való lényege az volt, hogy eddig sem volt a szívem csücske a weborvos, de ezzel az elképesztő megkésett félreinformálással aztán végképp lehúztam el a De madarat. gondolj Tehát... bele, hogy az alapvetően engem az egész ilyesmi webes média borzasztóan tud
zavarni, hogy adunk egy ilyen félreértelmezhető címet és nevet egy honlapnak, hogy weborvos, és ha te ott olvasol valamit, akkor már csak az oldal címe miatt is úgy gondolod, hogy ez relevánsabb valamiért ez az információ. Holott egy, nem, kettő, ők is csak tovább közölnek, három, senki szakmai ember nem lektorálja. Semmivel nem autentikusabb, mint Tibi atya mondjuk. Ja. Hát sőt, hát Tibi atya az, összesen lehet a kettőt hasonlítani, a Humbák művek és ez. Ja. Na, visszatérve az eredeti ma.hu cikkhez, szóval ebben olyan ordító baromságok vannak, érted, amihez szerintem mondjuk a bullshit generátoron kívül azért kellett a szerzőnek is a szakszerű hozzájárulása vagy közreműködése. Tehát a mondat szerkezet így hangzik, hogy 10-szer több rákkeltő anyagot tartalmaznak az elektromos cigarettek a hagyományos szívnivalóval szemben. Pont. Következő mondat. Kutatócsapatuk több meg nem nevezett márkát vizsgált, pontosabban a belélegzett füst kémiai összetevőit elemezték ki a távol-keleti tudósok. Sajnos egyelőre nem részletezték a megfigyeléseket, mindössze annyit lehet tudni, hogy több mint kettő karcinogén anyagot is felfedeztek, hogy pontosan mennyit és melyeket jelenleg nyilvánosan nem ismert. Hát, ez megint olyan páncék, és pontosan tudjuk, hogy ez nem semmi, így van. Ez a semmi, érted? De ilyenkor ne a cikkeket... Elegánsan nem mondtam. Ilyenkor ne a cikkeket olvassátok, hanem olvassátok a kommenteket, mert rögtön, ami először a szemembe ugrott, hogy ezzel a képzavarral éljek, az egy OF-is idézet, már pedig az, hogy dohányzás következtében világszerte évente finnországnyi, körülbelül 5 millió ember hal meg napjainkban, tehát azt jelenti, hogy egyszerűsítve 6 másodpercenként meghal egy ember. És megkérdezi az író, hogy e-cigi által hányan is haltak meg idáig? Az már erős túlzás szerintem ez a népírtás globális szinten, kicsit radikális, de egyet lehet vele akár érteni. És pont te, Fifika, találtál ott azért még... Igen, itt van egy kommentelő, aki fullad, gondolom asztmával küzd, és irgatlan mennyiségű gyógyszert szedett naponta, amíg dohányzott. Hát illetve nem gyógyszert, mert ugye szteroidokat szedett. Szteroidokat. Azért, hogy... Hát igen, és az akkori gyógyszer szintjéről drasztikusan le tudott jönni, és hogy szó szerint is idézzünk tőle, tehát ennyit az elektromos cigaretta káros hatásairól. Nem mondom, hogy egészséges az elektromos cigi és az e-liquid, de az, hogy nem kell magam telepumpálni szteroidokkal, csak hogy lélegezni tudjak, és nem kellek fel éjjelente arra, hogy kis hián megfulladtam, nekem mindent elmond az e-cig és az analóg közti különbségről. Jöhet nekem bármilyen japán, ausztrál, hottentott a kutató az eredményeivel. Én nem egy kibaszott kémcső vagyok egy steril laborban, hanem valós húsvérember, valós tapasztalatokkal. Hát azt hiszem összefoglaltam a lényeget a kommentben. Igen, szépen. Nem, összefoglalta ő jobban is, mint amit te mondtál. A japán Hereshima Nabasaki meg kitörölheti a kutatási eredményeivel. Igen, és még az eredeti cikkből egy gyönyörű mondatot hagy idézzek. Ez szerint a dohány alapú hagyományos cigarettákhoz képest 10-szer annyit találtak a lélegezthető füstben, legalább egy márka esetében, én még odaírtam volna a zárójelbe, amit a kutatók maguknak gyártottak. Igen. Hihetetlen. Rég nem szívunk már ilyen eszközöket, köcsög. Ennyit tudnék még hozzátenni ehhez a cikkhez. Valamelyik dohánygyár termékéről volt szó. Kifejtetted akkor ezt a weborvosos dolgot, Krisztián? Mehetünk arról tovább?
Én a magam hozzáfűzni valóját elmondtam, igen. Aha. Jó. Akkor A viszont... weborvos egy gagyi szar. Röviden is tudom. Viszont akkor szerintem egy kicsit könnyedebb vizekre is evezhetünk. Például megnézhetjük az új Prométej V3-at most már. Amiről ugye aki nem ismerné, csak annyit kell címszavakban tudni magáról a Prométejről, hogy Ukrajnában készül, titániumból, és azt írják, hogy most fog debütálni az új V3 kisebb kazántérrel, és ahogy én nézem a képet, kisebb a levegőcsőnek a mérete is, tehát nem lóg annyira be a kazánba, és maga a kazánpalást is rövidebb lett. Én pont azt hiányolom egyébként belőle, amit én szerettem a V2-ben, hogy olyan hosszú volt a levegőcső, hogy gond nélkül, hát nem agyig, de egy jó másfél millit simán bele tudtál csorgatni. Itt már azért közelebb van ez a driphez, mint sem, pedig hát az előző is drip volt, aztán mégse úgy használtuk igazából. Szóval nem tudom, hogy ez mennyivel Jó. jobb vagy rosszabb egyébként, de Jó ötlet, vagy nem? azt írják, hogy növelték a levegő csőnek az átmérőjét, az most már 2,2 mm, és az egész mérete az ugye 22-es, azt lehetett eddig is tudni, és 36 mm hosszú drip nélkül. Ezek az oroszok, meg az ukránok mindent szeretnek egyébként térfogatosítani, és itt írják, hogy 4,1 köbcentiméter vatta, nem vatta, mi az anyám ez? Na, Mondd már, na, a vatelin öreg, öregszél, csáv. rakható bele egyébként. Hát a tömegét, azt meg már nem is mondom, 28 gram. Tehát ez parizerből is kevés. Úgyhogy, és ha már ugye az oroszoknál tartunk, mert az oroszok már a Spice-ban vannak, Vannak, így van. akkor hatodika van, és ma ugrott el a rajtpisztoly hangjára a Kaifun 4 is, amiről volt egy videóm, épp a héten került föl a tesztek közé. Itt hagytam egy kis csöndet, hogy megkérdezhessétek, hogy és milyen, Charlie, meséld. De ha De már nem látom a videót, de ha nem kérdezitek, megkérdeztük. akkor majd mondom én magamtól. Várjál, Charlie. Csönd, tehát itt most vághatsz. Csönd. És milyen volt, Charlie? Mondd, mondd, mesélj. Ne is mondd, nagyon durva. Aki szerette a drippet, azért, mert mondjuk drippbe olyat tudott tekerni, hogy a lakásból ki tudta űzni vele a családot, az szerintem ezt is szeretni fogja. Tehát nem, hogy a lakásból, szerintem épületből lehet vele embert kergetni. Mert hogy ha megnézitek a videót, vagy megnéztétek, akkor az egy ilyen teljesen biztonsági tekerés, 1,23 ohm volt, attól függően, hogy stabilizálódik-e vagy sem. És bődületes a gőze. Az ízére azt mondom, hogy egy ilyen paraszt hajszányi és a hangyafasznyi között van az ízvisszaadása, amennyivel javult, de én azt be tudnám annak, hogy amit eddig, hát Kaifu mind a kettőtök kezében biztos volt már, tudjátok, hogy nem egy nagy kazántér az, ami a készülékben volt. És most, mikor szétszedtem, akkor komolyan elgondolkoztam, hogy lehet ennél kisebb. Hát lehet. Nagyon, nagyon pici. Szerintem, ami összesen cellukottont beleraktam, az nem volt másfél-két centinél több.
Hát a 2 centi az már sok. És ezzel fúra ki volt belülről tömve a kazántér. Úgy, ahogy Szuper kellett. gazdaságos. Csak az ára, igen. De egyébként meg bazi könnyen szerelhető, akár úgy is, tehát itt már nem kell szórakozni azzal, hogy kiszívom a likvidet, vagy leszívom, vagy kiöntöm, hanem mint ahogy a GT-nél megszoktuk, hogy letekerjük fejreállítva, félretesszük, és aztán a kazánteret meg szerelgetjük, ahogy éppen kedvünk adja. Most már más userek is kézbe vették, és nekik is ezek voltak a tapasztalataik, hogy nagyon tetszetős, bazi jó, jó a gőze, és nagyon komplett az a szett, amit kapsz, mert ugye van benne plexi, üveg, fénypalást, amit éppen akarsz. Hát valakinek vagy bejön ez a kicsit hordófazon, vagy nem, de hát azt eldöntheti magának, hogy melyikkel használja, egyik kicsit kisebb, másik kicsit nagyobb űrméretre. Úgyhogy fejlesztésben szerintem meg nagyot léptek Kaifunék, úgyhogy várom jövő héten a Typhoon GT2-t, és aztán most ugye ez az élmény is friss a Kaifun 4-jel, utána most nagyon jó lesz, hogy a Typhoon GT2-t is egyből még az élénken élő emlékek után ki tudom próbálni, és így össze lehet a kettőt hasonlítani, hogy hát azért ezek mégiscsak pariban vannak, hogy melyik a jobb, vagy miben jobb, mint a másik, vagy miben gyengébb esetleg az egyik a másiknál. Úgyhogy jó kis decemberünk van. Nagyon meggyőző kis jószág. Igen, ha nem vettem volna nem régiben Kaifun Lite-ot, akkor most még egy kicsit spórolnék egy négyesre. A töltését azt szerintem az egy mindent odaverős, tehát ez nem szenvedek, letekerem, teleöntöm, akár baszki még egy üvegből is, és már meg van töltve, visszatekerem, hadd szóljon, az szerintem egy nagyon nagy okosság. Az jó ötlet volt. Nem vannak. Most nagyon szakadoztam, mit mondtál? Biztos, hogy érezték, hogy a töltése nincsen kellőben egy GTG pároshoz képest. Én azt mondom, hogy a pornó letöltéseidet állítsd le egy pillanatra, mert borzasztó élvezhetetlen a... Egyébként is élvezhetetlen, de... Próbáltam megnézni, de nem egy pornó letöltés, nem megy. Uh-huh. Ettől függetlenül szar a hangod. Nagyon szaggat, jó. Aha. És hogyha már mod témánál vagyunk, akkor menjünk rá a bibliai vonalra is, mert hogy akár Jézus is megjelent. Ezt nem tudom, hogy ezt mennyire soroljam én a gagyi kategóriába, De hogyha valaki sok... komolyan vehető. Vagy hát ez a templomba járós szett elnyeri értelmét a templomba járós mod kategória. Igen. Ez zseniális. Hát ez nem lesz így jó fifika. Szerintem lépjél ki a beszélgetésből, aztán gyere vissza, mert tényleg nem hallunk semmit belőled. És nem tudom, hogy Krisztián itt van-e még. Én itt vagyok, igen. Aha, jó van. Várom, hogy Fifika újra csatlakozzon, mert kíváncsi vagyok a megjegyzéseire. Hát szerintem ő már be is rendelte. Tehát itt nincs mese, hogyha valaki hittanórán jampizni akar, akkor csak egy ilyen hiányzik már a tarsolyából egyébként, és akkor mindent vívő módja lehet neki. Ezt megfigyelted már egyébként, hogy általában... Jobb a hangon? Hát még egy kicsit fürdőszobás. De beszélj valamit.
Templomba járom ott. Templomba járom. Templomba járom ott. Aha, nem jobb a hangod. Nem, nem jobb. Nem Vihar jobb. van, dolgozom. Igen. Úgyhogy szaladj neki újra, mi addig Krisztiánnal tartjuk a frontot. Szóval azt megfigyelted, hogy a Jézus ábrázolásokon mindig ilyen brutál kigyúrt teste van? És várjál, most megszámolom, hogy azt mondja, kettő, hát ez teljesen szabályos kockahas. Iszonyat gyúrós. Ez vagy kettlebellezik, vagy valami, hogy mondják, ez melyik ez a fegyencedzést csinál, nagyon durva, de hogy mindenféleképpen kereszten kell neki feszülnie, az is érdekes sztori. Nem tudom, bár az nekem az nem tetszik, mert nem kifejezetten autentikus, hogy egy ilyen kőfalat raktak mögé, mert hát ugye ott fönn a dombon nem sok kőfal volt mögötte. Nem. A Golgotára vitték fel egyébként, vagy ott csak Igen. elárulták? Na, nem, akkor a Golgota. Igen, ott viszonylag kevés volt a kőfal. Sőt, hú, most nézem az alsó részgombot is, ott is egy bazi nagy kereszt. Valami círádás mintával. Nem tudom, annyira nem jó szerintem, mint amennyibe kerül. Hallod? A dobozát nézted? Nem, hol... Hát hallod? Hát mint egy frankó. Az meg mint egy kis biblia. Hát beszarok. Nagyon. Hát hülyez mindent visz. És ahogy nézem, na hát ott már igen, autentikus a dobozon a helyszín. Mi lesz a következő? A Júdás mod? Ott meg egy ilyen kötéről fog lógni, és alatta az ezüst pénzek. És stílszerűen ezüst csatlakozásokkal. De hülye vagy. Ezüst csatlakozóval. Hát ez zseniális lenne. Ja, hát ilyen is van. Nem tudom, hogy így ötleteltek, hogy mi az, ahol még rés van a piaci szegmensben, és valaki így földobta, hogy a homloka fölött úgy megvilágosodott a kis izzó, hogy Jézus mód nincs. Van, most már van. Egyébként ezüst érintkezők, vagy ezüstözött érintkezők vannak benne, tehát itt ennek szerintem lesz Judas Edition is. Én nekem csak egy dolog jut erről eszembe. No, no pun intended, Jézusom. Én a doboza miatt venném meg, egyértelmű. Tehát még mintha a könyvek lapja is meg lennének az élén, úgy van kialakítva. Elképzeltem, hogy az ilyen becsöngetős hittérítők, vagy az igazán elszánt vaperek ilyen Jézus modokkal hittérítőnek álcázva magukat csöngetnek. Nem veszünk semmit, nem veszünk semmit. Egy nagyon exkluzív modot szeretnék adni. A hétvégi mise alatt ezzel is lehet gőzölni a szentelt vizet. Próbálja ki. Mindenképpen. 5% gonoszok. Szentelt víz. Gonoszok vagytok, gonoszok 5% vagytok. Szentelt víz a végébe, és ennél nincs jobb. Fifika, figyelj már, épp azt beszéltük itt a mújóval, hogy a mod az kutya fasza. A dobozát nézted? Néztem, hogy az egy biblia, hát, tehát az valami legnagyobb. Zseniális. Zseniális, és hogyha lenne ilyen lapozható, színes, képes, na ez a kapu a gyerekek és az egy cigaretta között. Elképzelted, ahogy a teológiáról beszélget két pap, kezükben a Biblia. Tudjátok, mint a stockfotókon így ketten vagy hárman így összenéznek egy közös Bibliára, és közben így szívják mondjuk a Helixet ezen a módon. Zseniális. Mit van? Nekem egy Jézus mód. És neked? Nekem az ezüstözött. Jézus kettő. Nem, 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 már megbeszéltük múlva. Nekem az ezüstözött. Mi volt a másik? Az ezüstözött Júdás modomban. És így mutatnak a keresztet, pokorra vele! Óriási részt tömtek be vele. Szerintem is. Tehát lesz ebből még, figyeld meg, égő csipkebokor, ilyen bibliai jelenetek a modon, tehát fehér porcelán mod, ezt így el tudod ki. Kőtábla mód. Közben világít a glória, amikor nyomod a tűzgombot. Tehát... Mózes 10 parancsolata. Egy ilyen kőtábla box mód.
Ezt nem kellett volna adásban, ezt ellőhettük volna. A fenébe. Ne tekerj egy óm alá! Igen. És mondom... Telebarátod az anyját, meg ne kívánt. És mondom én te néked védetlen akkumulátorral óvatosan bánj. Azért ez odaver. Tudunk, nehogy a jövő héten fönn legyen a faszteken, mert akkor biztos, hogy hallgatnak a kéneiek. El kell, hogy keserítselek egyébként. A csoportba is, meg az elcigiteztek Facebook oldalra is elkezdtek belájkolgatni a vangok, meg a csengek. Úgyhogy félszemük rajtunk van. Ne is mondd, engem a héten kettő jelölt be ismerősnek. Hát úgy kell velük beszélni, mint ahogy én ajánlottam nekik Andort. Lát! Az nem teljesen publikus, de egyébként láttad, vették a lapot, tehát rávágta, hogy yes. Yes. Ott is ismerik a mi Clairvoy-unkat. Clairvoy for president. Lépjünk tovább. Nyugodtan, de szerintem az, ahova azt írtam, hogy ne, az szerintem még várjunk azzal a jövő hétig, és akkor Krisztián azt kifejtősre megoldja. Amit még akartam, a 11-es pont az maradjon jövő hétre videóra, mert szerintem az is egy jó pofaság. És akkor nézzük, hogy mi van az olvasói kérdésekkel. Olvasói kérdések. Itt elrontottam, 45. sorra raktam be, nem a legelsőre, de ezt most én mindjárt orvosolom, ott is van. Szűcs Péter kérdezte, aki egyébként mindig rám ír, hogy lefekhet-e, mert még nem hallgatta és szeretné letölteni. Ezúton is köszönjük neki az érdeklődést. Kérdezte, hogy mi az a Noalox, mire jó, mire nem, hol kapható, hol nem. Mondom, hogy mire nem jó. Aranyér kezelésre, megfázásra, tuberkulózisra, mire nem jó még, szemölcsre. Lábköröm gombára sem. Arra sem jó, igen. Úgyhogy ilyenekre nem jó. Arra viszont jó, hogyha van valakinek, én azt mondom, hogy nem csak mehája, hanem bármilyen módja, ami ugye az egész, az a lényege, hogy a készülékeden minél kisebb legyen a veszteség, hogy minél több kakaó jusson a kazánodra a csatlakozókon keresztül is, és ugye ez bebizonyította mondjuk Inkvi is múltkor, hogy valamit ott az ájnál volt probléma, hogy nem annyit ad ki, mint amennyit kéne, mert nagyobb feszültség esik rajta, és akkor csak annyit ötletelt Duda neki, hogy lehet, hogy meg kéne takarítani a csatlakozókat is. Lásd csodát, visszatért az erő a készülékbe. Szóval, ha valaki egy picit is figyel a készülékére, és szereti karbantartani, nem úgy, mint Mújó, aki mindig csak éppen akkor, mikor szóba hozzuk, hogy mikor takarítottad a módodat, akkor fejére csap, hogy fú, már egy hónapja is. Zseppiszok nélkül nem az igazi. Hát, persze, tudod, ez azért jó, mert hogyha dzsuvás a modod télen, és akkor most szarkazmus van, komolyan ne vegyétek, ha dzsuvás a modod télen, akkor mikor izzítasz, a modod is melegszik, tehát a kezedet is melegíti. Ez nagyon jó egyébként télen. Kettő az egyben, igen. Na, ezt senki ne vegye komolyan, hülyeség volt, hülyeskedtünk csak. Azért jó ez a Noalox, mert ez egy antioxidáns vegyület tulajdonképpen, és a vezetőképesség javítására használják. Viszonylag nagy az átütő feszültség, ami fölött már nem tudja a hatását kifejteni, valahol 600 volt fölött van, tehát mi alatta operálunk, zárójel még. Tehát ez bőven jó és elégséges nekünk. Annyit kell csak tennünk tulajdonképpen, hogy megtisztítjuk a készülékünket, úgy, ahogy szoktuk, volt eddig is, és utána ez állagra úgy néz ki, mint az a paszta, amit ez a hőelvezető paszta, amit a számítógépek processzoraira ken az ember, és ezt szépen mondjuk egy fültisztító pálcikával vékonyan a meneteket bekeni vele az ember mondjuk egy modnál.
és hogyha ez bekente, akkor utána összetekeri, és gyakorlatilag javítja ugye az érintkezés, csökkenti a vesztességet, a levegőtől elzárja. Mondjuk, hogyha valakinek egy rézmódja van, vagy olyan, amiben rézalkatrész van, ugye azok nagyon hamar oxidálódnak. Elzárja a levegőtől magát az anyagot, és gyakorlatilag megakadályozza a további oxidációt. Úgyhogy hasznos kis dolog. Akinek mondjuk eredeti provaria van, az mikor megveszi újonnan, akkor ő ezt érezheti, azt a kis ragadós, tapadós, szürke valamit, ami a meneten van, és hogyha az kikopik, akkor utána nyekereg. Vagy nem. Mindjárt megnézem az enyém nyekerege. Igen. Tehát ez az, mikor már nincs benne mondjuk a provariban ez az anyag, ki kell vele kenni, és utána öröm és boldogság van. És ugye, hogyha javítjuk a vezetőképességet, akkor egy, nem ott fog melegedni, ahol nem kell, mondjuk a menetnél, kettő, emiatt nem lesz veszteségünk annyi, három, tovább bírja emiatt az akkumulátorunk, mondjuk. Esetleg, hogyha négy. Valaki még hozzá akar fűzni valamit, igen. Négy, boldogok vagyunk. Annyi. Balanek Dániel, kedves olvasónk, Gavron, Vukmir, Ragasztó Pisztoly Dani, ki hogy szereti szólítani, mindegyikre hallgat büszkén. Menetek szorulásánál ne nyúljunk egyből a satúhoz, próbáljunk bőrrel szétszedni, vagy széttekerni. Igaza van, azért sem nyúlok satúhoz, mert nincs itthon satú. A másik pedig, hogy igen, valóban, akár csőfogót is mondhatnánk, de ezt már egy múltkori adásban említettük, hogy ha valaki nem tud széttekerni mondjuk egy modot, vagy egy kazánt, akkor fogja meg egy bőrövvel, gyakorlatilag tekerje körbe a bőrövet, és az ujjával, ahogy forgatná szét, az ugye a bőrövet ráfeszíti, és a nagyobb felület és a bőröv természetes tapadása miatt egyszerűbben szét tudja tekerni a készséget. És nem kell akkor ilyen drasztikus dolgokhoz nyúlni, hogy csőfogó mondjuk. Bár már velem is fordult elő, hogy a drasztikusabb módokhoz kellett fordulni, de mindig úgy tettem, hogy vagy vastagabb bőrrel, vagy valami ilyesmivel, mert egyébként annak nem lesz jó vége, és nem úgy megy egy cigi találkozóra, hogy ja, igen, ez a mod ez éppen azért olyan, mert hogy csőfogóval fogta direktbe. Egyébként röhögni fogtok, múltkor pont egy ilyen összeszorult kazán volt a kezemben, és az outfitemről hiányzott a bőröv, és azt a beszélgetést képzeljétek el, mikor mondjuk este 10:30-kor a kollégámmal állunk a folyosón, és azt mondom neki, hogy nem azt mondtam, hogy tolod le a gatyát, annyit mondtam, hogy fűzd ki az övedet. Fűzd ki az övedet, és akkor így mit akarsz? Ne kérdezz, csak fűzd ki félig. Kifűzte az övének a felét, ráfogtam a kazánra vele, megforgattam rajta, és láss csodát, ki is tekeredett. Tehát csodákra képes egyébként. Azt utólagos engedelmével Blackinek azért nektek is mondom, hogy van erre készen kapható megoldás. Múltkor azt talán láttátok is, pont erről beszélgettem vele, azt hiszem a párásító Facebook csoportban. Két ilyen nagyon kis vékony, ilyen újnyi vastag bőrdarab, ami be van recézve az egyik oldala, és ez egy ilyen kis karabinere föl van fűzve, hogy meg tud fogni vele az egyikkel a kazánt, másikkal mondjuk a kazán bázis elemét, és szét tud tekerni. Tehát valaki erre rájött, hogy ilyen kell, és fillérekért lehet kapni Angliában. Úgyhogy ő felajánlotta, hogy ha kell ilyen nekünk, akkor szóljunk. Utólagos engedelmetekkel én akkor itt a podcastben szólnék neki, hogy Blacky, hármunknak léci három darab ilyet, sőt, küldjél léci négyet, és akkor a negyediket kisorsoljuk. Yes. Én így vágtam szét a két hüvelyk ujjamat. Meg tudnám mutatni egyébként most is a kezemet, a két mutató ujjam,
a tenyeremen is van ilyen, ahogy ugye megfogja az ember, és hát ott menet is van. Hiába finom menet, megmozdítja az ember a kazánt, és az olyan vékony, olyan éles az a menet, hogy csak a bőr, a hámrétegedet sérti meg, de hát, na hát hogy néz ki egy ember így össze-vissza vagdosott kezekkel? Azt hiszik, még a végén vadász vagyok, vagy horgász, vagy mit tudom is én. Na. Nekem nem csak a felső ámréteget, komolyan, és azért véres sebek voltak a kezemen, meg minden. Úgyhogy engem rettenetesen szétvágott. A bőrövre akartam mondani azt, hogy van az a szélsőséges helyzet, amikor egy bőröv szerintem túl nagy, nem férsz hozzá. Tehát én pont úgy jártam, hogy a kuzinak az 5-10-es feje, meg a Kaifun Light-nak az alsó eleme, és az ott a két akkora vékony perem van, amivel nem tudnék egy bőrővel ráfogni. Akkor úgyhogy itt én elmondom, gumi, hogy... gumikesztyű, oszi tanács, igen, a igen, a gumikesztyű, tehát ne is a vékony gumikesztyűt, mert azzal nincs az ember kisegítve, hanem vannak ezek a mártott gumikesztyűk, amik, mit ezek a tudom én, vastag, recés igen, gumikesztyűk. Igen, tehát ezek ilyen munkavédelmi boltokban lehet, és valami bődületes 150-160 forintokért hozzájutni. Vagy egy ilyennel megfogja az ember, vagy én azt tudom még javasolni, hogy amikor nagyon gondba voltam, akkor azt csináltam, hogy két oldalú ragasztó szalagot. Levágtam egy csíkot, ráragasztottam oda, ami össze volt ragadva, levettem a másik csíkot is, és azt az övre ráfogtam. És akkor, tehát az a két oldalú Aha. ragasztó, az mint az atom úgy fogja. És azzal le lehetett pillanatok alatt szedni. A másik, ami nincs itt az olvasói kérdésekben, de csak eszembe jutott egy iszonyat hasznos kis gadget. Nem tudom már hirtelen, hogy kinek a videójában láttam. Egy ilyen kis horgász dobozka, amiben 8 kis guriga van. Gyakorlatilag arra, hogy a damilodat ott tárold. És a damilt, ahogy belerakod a kis hengerekre, utána van egy kis elvezető rész, ahol két gumi henger a kivezetésnél összenyomódik, gyakorlatilag azon áttolod a damilt, és az fogja. Rárakod a doboztetőt, benne van már a 8 damilod, kivezetésekkel szépen kihúzva, tartja az a kis gumi egymásnak feszülve. Amikor neked kell, mondjuk, húzal, kihúzod, elcsíped, nem tekeredik, nem ugrik le, mert ott fogja az a kis gumi, ami egymásnak nyomódik. Na, ezt valaki kitalálta, hogy hát ezt nem csak a horgászok tudják használni. Nagyon tökéletesen lehet rá tekerni. 0,16, 0,20, 0,25, 0,32, 0,4, és a többi húzalokat. Még azt vadászom, hogy hol van olyan árus az eBay-en, aki Magyarországra is szállít, ha más nem, akkor Angliába kell rendelni, és onnan valahogy hazajuttatni. De nagyon ötletes, és akkor nem hegyekben állít mindenféle húzal az asztalon. Úgyhogy ez volt még kis érdekességként. Aztán nézem, hogy most jött-e valami friss kérdés. Jött Danka Gábor Leventétől, a PVM-ről, DCDC-ről, használatuk közben adódó másságról, különbségről szeretnénk hallani. Köszönöm. Gábor, nincs mit, mert ezt a kérdést nem fogjuk megválaszolni. Túlmutat ezen adás keretein, illetve majd csinálunk egy ilyen tech podcast epizódot is, ahol az ilyen olvasói kérdésekre majd ráfekszünk, és akkor mit tudom, és én negyediknek behívjuk Blackit is, hogy elégítse ki a tudásszomjatokat olyan témában, amiben ő relevánsabb tudással rendelkezik, mint mi hárman. Elképzelhetetlennek tartom én, de ettől függetlenül lehet ilyen is. Mi van még? Én itt mást nem látok. Kifogytunk. Kultúrát nem raktál be, Fifika. Hűha. Akkor miután ez az adás egy bizonyos számról szól, talán könyvajánlóként annak, aki még eddig nem olvasta. Galaxis útikalauz stopposoknak című remekbe szabott, hát nem is tudom hány része van. A világ egyetlen négy részes trilógiája. Krisztián, 3-4.
Most mondta Négy a világ részes. egyetlen négy részes A világ trilógiája. egyetlen. Kvadrológia. Ez nagyon jó. Ezt megjegyezzük. A világ egyetlen. Film is készült ugye az első részből. Douglas Adams jegyzi magát a könyvet. És azt mondjuk nem tudom, tudtátok-e, hogy először ez rádiójátéknak készült. Igen, igen. Annak idején. De nem volt olyan népszerű, mint a Szabó család, nem? Szabó hát családot nem nem Magyarországon. BBC-n ez kult rádióadás volt. Így van, tehát hogyha ez az 50-es években Magyarországon érte volna meg, akkor lehet, hogy megérte volna a Szabó család. De volt itt akkor nekünk Magyar Galaxis útikalós topposoknak Sirius kapitány kalandjai címmel. Isten. Én nekem mindig, ha kapitányt emleget valaki, mindig Birx ugrik be, és a kenyérkosár. Tehát, hogy mit... Nekem ezzel egyetlen egy bajom van, Charlie, mint elkötelezett Skiffy science rajongó. Fiction rajongónak, hogy a könyv, az egy zseniális könyv. A film, amit készítettek belőle, pedig lejáratta magát az irodalmi művet. Hát, mert ott annó abban az időben, 70-es évek vége, ott a film az tulajdonképp, vagy sorozatot mondhatunk, sorozat az a kor akkori technikai színvonalát akarta inkább felsorakoztatni, tehát a mindenféle flare effekt, meg hogy rakunk be egy embert, akkor még Blue Box volt a Blue Boxban. Blue Boxban, így van, tehát az valami zseniális egyébként, ha most újra nézed, akkor nagyon jót vigyorogsz rajta, hogy leszállok a kagylófotelekben ülve tekergetik a nem is tudom, talán a Beloyannis híredes technikai gyár által gyártott oszcilloszkóp jobb és bal gombját. Hát ez a szegény ember Star Trek-je volt akkor. Igen, igen. Illetve, igen, bocsánat, 1977. Nagyon jelentős dátum, attól függetlenül, hogy akkor születtem. 1977-ben mi volt még az, ami elindult? Én. Te is. Akkor már velünk együtt három. Annyit mondok csak, Star Wars. Tényleg, tényleg. És akkor mutatták be a Csillagok háborúját. És ha Star Wars, akkor ugye ott van a hetedik résznek a trélere is, ami valami iszonyat módon megnyomta most a... Néztétek, hogy hányan nézték meg most csak a trélert? Kíváncsi vagyok, nem, hogy J.J. Abrams mit fog egyébként kihozni, mert a Star Trek-et azt hanvából hozta vissza, mint a Főnix madár. Úgyhogy én már nagyon várom, attól függetlenül, és akkor menjünk vissza Jézus és bibliai módvonalra, hogy hát én még ilyen fénykardot nem láttam, ami a kardhoz nagyon hasonlít, és már én már módokat is láttam, mert egyébként a régi fénykardokhoz, tehát ha annyira elvakult vagy, hogy neked már van egy fénykardod, akkor egy ilyen fénykard osztó művet, amit rá lehet tekerni, és akkor oldalra is dobja a fényt. Azt megjegyezném egyébként, hogy a hivatalos Star Wars Wikia említi ezt a fajta fénykardot. Tehát ez nem egy kánontól eltérő, újszerű képződmény, hanem a sztori szerint ez nem nagyon volt használatban, de léteztek ilyenek. Ha belegondolsz egyébként, nem is tudtam, hogy idáig miért nem volt, hiszen a kezedet valaminek védeni kell, hogy ne pörzsölje le a másik ellenfélnek a fénykardja, amikor éppen lecsúszik a pengéről. Féltve nevelgetett a szőrödet. Igen. Nekem járt a kezemben eredeti fénykard replika, amit ilyen... Ez egy szép mondat volt. Eredeti fénykard replika. Igen, igen, mert hogy a replika gyártás joga egy cégnek van Amerikában kiadva, és tehát ő gyártja azokat a replikákat, amik megfelelnek mindenféle elvárásoknak, de az valami zseniális volt. Tehát rendesen lehet vele kardozni.
változni. Tehát fölrakod a fénykardra magát a lézert, és mikor bekapcsolod, akkor úgy jön föl a fénycsík rajta, ahogy a filmben. És ezzel lehet rendesen, tehát ütheted a másiknak a fénykardját, és egy mozogsz, van benne egy ilyen, gondolom, ilyen mozgásérzékelő, adja ezeket a hangokat. Tehát, és iszonyú elvakultnak kell lenni, mert $200 fölött van az ára, vagy 300, én nem tudom, Én de egyébként annó olyan iszonyú brutális. elvakult voltam, hogy még az eredeti filmből képkockát is vásároltam. Lehetett ugye ezeket így kapni, és akkor lehetett egy kis eredeti történelem nálad, és nekem volt egy ártuditus képkockám az eredeti filmből, hát illetve gondolom az eredeti film kópiájából természetesen, de ezek is olyan érdekes dolgok voltak. Én azt Ez akartam még érdekes, mondani, mert hogy... Ja, mondjad, mondjam. mondjad. Mondjad te, mert én másokét Ez nem tudom. érdekes, Charlie-ra akartam ráfűzni, ez érdekes, mert nekem is van, vagy volt a képkockám, de az azért volt, mert a Star Wars 2-t még Szegeden a művelődési házban, akkor volt egy Galaktika Sci-fi Klub nevű képződményünk, és ott bemutató előtt egy héttel vetítettük, és Pestről hozta le a vonat a tekercseket, és állandóan szakadtak. És tudod, amikor elszakadt, akkor ki kell vágni belőle egy darabot, és úgy ragasztja össze a gépész Hát fent a... múlt időben beszéljünk már csak, mert a digitális szalagot Jó, nehéz hát lenne. nehéz lenne. És tudod, hogy elvágta, és így puff esett le a padlóra. Én meg ott álltam Tudod, és mellett, így így nézted, hogy szentem Atya, fejét. Úr, Isten! A Úristen, hát történelem ez egy darabja a jó Földön. lett. Barbár állat. Most úgy elképzeltem, ahogy elszakad a digitális film, és jaj, gyere, gyere! Béla, Béla, itt a 001-nél elszakadt! Hú, Itt nehogy van a... 3 kilobit. Hozd a Hexa editort. Nehogy egy bit is elveszem. Jaj. Mondjad, Krisztián, mit Azt szerettél volna. akartam mondani, hogy kicsi a világ, érdekes húrokat pendítettél meg bennem a Sirius kapitánya, mert pont a héten, aminap gondolkoztam, hogy mennyire szerettem én azt olvasni kamaszkoromban, hogy most így felnőtt László fejjel Endre. érdemes lenne, igen, érdemes László. lenne újraolvasni. Most már természetesen Igen. e-book formátumban. Hát persze. Róla tudni kell, hogy annak idején egyrészt ugye rádiójátékai voltak ismertek, másrészt ugye rajzfilm is készült a Sirius kapitányból, az volt a Igen. Mikrobi. Igen. Igen, Azt tehát a nem Mikrobi. tudtam. A Sirius kapitányból szereplőket emelt át a Mikrobiba, és ő írta a forgatókönyvét a rajzfilmnek, László Endre. Tehát ő ifjúsági vonalon tevékenykedő science fiction író volt, úgyhogy ezúttal is adóztunk így az emlékének. Pedig most de Pedig hát szívesen egy beraktam volna. cigaretta podcast vagyunk. De most a kultúrába, fú, de szívesen beraktam volna inkább a Star Wars trailert. Ajjajajajaj, annyi dilemma Majd a van itt. jövő héten. Igen, De igen, azt igen. tudod, hogy megy a vita róla, hogy egyáltalán valós-e az, ami ott van. Tehát ezt nehezen emésztik meg azért, hogy a Az Luke szerintem valós. Skywalker Az szerintem valós. Én olvastam, hogy a trailerren kívül ugye valaki elkezdett szivárogtatni, és gyakorlatilag kismorzsákat, de már kompletten az egész filmet összerakták belőle külföldi hírportálok. Az utolsó negyede nincs meg, de az előtte levő storyboard az kompletten. Ki csinál, mit csinál, miért csinál, az már megvan. Erősen spoileres egyébként, úgyhogy félve-félve csak a címszavakat olvastam el, de hát nagy Star Wars fanként ezt muszáj volt megtennem. Attól függetlenül várni fogom a 2015-ös évet, hiszen jön majd egy új Terminátor is, I'll be back, amit meg borzasztóan lehúztak, de mindegy. Ilyen is kell egyébként, mint ahogy az adásba is néha belefér szerintem. Ilyen téma is. Most nem volt hentelés, nem volt zombizás, pedig fél évad záró van. Volt. Úgyhogy nem Hát igen. spoilerezünk, hogy ki halt meg és ki nem. De B betűvel kezdődik. És egyébként most, ha letesszük, elkezdem vágni az anyagot, és közben nézek egy kis Sons of Anarchy-t.
Úgyhogy ennyi lesz a ma esti programom. Meg a Blacklistet folytatom, amit most nem tudom, miért eddig pihent a Winchesteren ez a Linux distro. Ez a Linux distro. Úgyhogy ez a Linux distro. Úgyhogy most majd erre fogok ráfeküdni. Mi meg szerintem zárjuk be már a boltot, és folytassuk jó, jövő csak egy héten. Címet kéne találni. Hát a tehát 40... a tiédet már megtanultuk, tekintetes úr, ugye? Vagy mi? Vagy nagyság? Igen. Valami hason mindegy. Méltóságos nekem. Fényességes, Charlie. Nem jó mondod, egyébként nekem van egy kollégám, valahogy úgy rajtunk ragadt a beszélgetésben, egyszer-kétszer összebeszéltünk, és valahogy úgy volt egyszer, hogy azt mondta, hogy így, ahogy mondtad, fényességes földi helytartóm. Én meg erre csak annyit mondtam neked, hogy te pedig egy poros kis földi halandó vagy, és azóta ez úgy valahogy mindig megvan a telefonbeszélgetésben, ha ezzel beszélünk, hogy helytartóm, csak annyit mondok neki, szevasz poros, mi a helyzet? Úgyhogy igen, mindenki tudja, hogy hol a helye. 42-es az adás számunk, és én szerettem volna, hogyha a Mikulás kopogtat, és egy ilyen virtuális kis uvickolt csizmába rakjuk bele ezt az adást, de természetesen a 42, mint végső válasz, az olyan, mint a piros hetes, mindent visz, tehát én úgy gondolnám, hogy a végső válasz erősebb, mint mint a Mikulás. Mikulás. Oké. Okay. Maradjunk ennyibe. Így akkor ennyi? Igen. A végső válasz erősebb, mint a Mikulás. Mint a Mikulás. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk. Sziasztok. Köszi, sziasztok. Jók legyetek, sziasztok.